Bartek Péter Pál festőművész műtermében vagyunk, a szentélyben, ahol létrejönnek az alkotások. Péter, egy festőművész mindenféle eszközöket használ ahhoz, hogy létrehozhassa a műalkotásokat. Elsősorban nyilván azonban festékekre van szüksége. Ahogy itt látom, ezen a polcon sorakoznak a te harcedzett festékeid. Beszélnél róluk egy kicsit? Vannak ugye ezek a fedőfestékeim, ezeket általában szisztematikusan szoktam pakolni. Külön a vöröseket, zöldeket, ez egy nagyon egyszerű szisztéma, külön a kékeket. Vannak az aláfestő színeim, ezek hát a nagyobb tubusú, akár fél kilós festékek. Itt sorakoznak az én lazúr festékeim. Mit jelent az, hogy lazúr? Képeknek mindent az ad meg. A lazúr nagyúr. Szisztematikusan aláfestem a képeket. Leginkább fehérrel, vagy más árnyalatokkal, és azokra jönnek rá ezek a nagyon finom lazúrok. A másik, amiért a lazúrok nagyon fontosak, hogy vannak bizonyos színtartományok, amiket gyakorlatilag nem lehet lazúrok nélkül elérni. Ilyenek azok a zöldek, meg azok a finom zöldek, amiket bizonyos lazúrokkal tudok csak elérni. Fölviszel egy festékréteget, ami megszárad, aztán utána újra ráteszel egy festékréteget? Igen. Ennek ugye számomra az az értelme, hogy egy képet gyakorlatilag mindig újra és újra elkezdek. Tehát 10 áttetsző függöny van, de legutolsó is látszik annak a mintája. És ezekből a rétegekből oldódik, kibontódik ki aztán a kép. Ezt a prima festéssel, tehát direkt festéssel nem lehet elérni. Péter, említetted, hogy esetleg van kedvenc festéked. Van-e kedvenc színed? Természetesen ugye van az indiai sárga, ami teljesen a szívemhez nőtt. Kifejezetten gyűlöltem a lilát és mindenféle árnyalatát. Ugyanígy vagyok a rózsaszínnel is, de amikor például ezt a lazúrszint megtaláltam a lilában, vagy többfajta ilyen lazúrszín, akkor gyakorlatilag annyira megkedveltem és annyira megszerettem, hogy egyszer csak felfedeztem a szépségét. Most meg már odáig jutottam el, hogy gyakorlatilag szinte nincsen képem lila nélkül. Vagy a festéket fölvigyük bármilyen hordozóra, az más eszközök is kellenek. Itt gondolok például az ecsetekre. Ez itt a tűecsetem, amit amúgy egyébként még plusz tovább szoktam zsilettpengével vékonyítani. Aztán ezen kívül használom a tupfoló ecsetemet, amit tulajdonképpen a tónusok elfinomítására, eloszlatására, részben ez hasonlít az oszlató ecsethez alkalmazok. Használom az oszlató ecsetemet, amivel különböző tónusokat egymásba olvasztok, illetve a munka kezdetén használom az alapozó szélesebb, erőteljesebb ecsetet, amivel a az erősebb, gesztusszerű aláfestést hozom létre. Ahogy végignézek itt a hátsó pulton, látok nagyméretű krétákat. Ezek olajpasztel kréták. Miért használod őket, és mire használod őket? Néha óriási igénye van az embernek arra, hogy a tényleg készre cizellált felületek mellé egy-egy durva, de mégis oda passzoló gesztus jelenjen meg. Na erre nagyon jók az olajkréták. Pont azért, mivel ez nem ecsettel készül, egy egész más minőséget képvisel. Ha megszáradnak ezek az olajkréták, ezeket aztán megint csak akár tovább tudom lazúrozni, ami nagyon fontos. Ezt az egész hátteret például olajkrétával hoztam létre, és ami egyrészt tartalmazza ezt a fajta gesztusfestészetet, de ugyanakkor letompítja egyfajta ilyen lazúros, finom, tradicionális festői minőség, ami érdekes tud lenni megint. Az akvarell festéket például vízzel higítjuk. Az olajfestékeknek van-e valamilyen speciális higítószere, oldószere, amelyet te alkalmazol? Igen, a leggyakrabban használt festőszerek a terpentin, a dammárlak, a művészlen olaj és ezeknek a keverékei, amiket én is használok. Az egy állandó probléma ugye ennél a fajta festészetnél, a lazúr festészetnél, hogy lassan száradnak a rétegek természetszerűleg. Tehát akár hónapokat kell várni, mire normál esetben, mire az ember újra rá tud lazúrozni, rá tud egy réteget vinni. Ezt részben az első egy-két rétegnél az ember úgy tudja akár kikerülni, hogyha teszem azt mondjuk akrilfestékkel fest alá, különböző akril színekkel, de meggyőződésem, hogy az akrilfesték az nem egy nemes anyag. A minősége, a kvalitásai sem veszik fel a versenyt ugye az olajjal, de mint egy aláfestés teljesen jól tud működni. Aztán, amikor már az ember átmegy teljesen az olajba, és az olajfesték veszi át a terepet, akkor gyorsítókat lehet használni. Én használok például szikkatívot, ugye, egyrészt. Mit jelent ez a szikkatív, bocsáss meg?
Asszikatív az annyi, hogy az ember belekeveri a festékbe, és lényegesen felgyorsítja a száradási időt. A lazú festékeket például mindig egy ilyen speciális anyaggal, egy ilyen mézszerű anyaggal keverem, ami azt jelenti, hogy magát a lazú festékeknek egyfajta ilyen testet ad. Úgy adsz vastagságot akkor egy színnek, hogy közben lazúrozod. Ez egy nagyon érdekes dolog, ez is egy új technikai fogás tulajdonképpen. Beléphettünk és letelepedhettünk a szentélyek szentélyébe, a legbelső részbe, ahol tulajdonképpen a vászonra kerülés előtti állapotok láthatók a festékek tekintetében. Egy festőasztalka van előttünk, aminek a felső fedőlapját, ahogy látom, Péter, palettaként is használod. Miért így használod ezt a palettát? Ez számomra csak egy kiinduló pont, tehát ez mivel nem képezi a képnek a részét semmiképpen sem, ezért ez csak egy munkafelület, és teljesen kaotikus az egész. Tehát szinte néha élvezem azt, hogy nem találom meg a festékeimet, nem tudom, hogy mi hol van, hogy van. Ez is tulajdonképpen a munkának a része. És egyébként véletlenszerűen néha, amikor itt dolgozok és bele vagyok merülve, akkor néha véletlenszerűen nyúlok rá egy olyan tubusra vagy színre, ami esetleg nem is passzol oda, de aztán kiderül, hogy mégis egészen jó. Ugye tegyük hozzá, egy festőnek a paletta az egy közvetítő eszköz, amire elhelyezi a festék rétegeket, és a régi klasszikus módszer szerint már a palettán előkészítik azt a színt, amit aztán utána felhordanak a felületre. Még az elején próbáltam, mert az emberben vannak ilyen gondolatok, hogy a festő azért festő, mert palettája van. Ívelt, szép formájú paletta, amit az ember a bal kezébe megfog, és jobb kézzel arról aztán fest, az számomra ilyen szempontból nem működik. Mind a két kezemet használom néha festésnél, tehát jobb kézzel festek, fogom az ecsetet, a bal kézzel használok például smirglit az ujjaimat, és elkenem akár. Maga a paletta az tulajdonképpen zavar, soha nem is tudtam megszokni.